Sokan a mai napig rácsodálkoznak arra, hogy milyen természeti gyöngyszem található Békés Csaba határában, Pósteleken. A közel 10 hektáros terület nagy része a megyeszékhely tulajdona, ahol még évtizedekkel ezelőtt szinte a semmiből alakított ki Boros László kertészmérnök és csapata a délalföldre jellemző erdő- és gyeptársulásokat, vízparti élőhelyeket. A Körös Klub Természet, Környezetvédő, Természetbarát Egyesület 1986-ban azzal a céllal alakult meg, hogy a súlyosan károsodott Körösmaros vidék természeti értékeit megőrizze. A délalföldi erdőtársulásoknak, illetve gyeptársulásoknak, illetve vízparti társulásoknak az életközösségeit szeretnénk bemutatni. Tehát itt kettős-hármas feladata is van ennek az egész emlékparknak. Az egyik tehát az, hogy bemutassuk ezeket az életközösségeket. A másik az, hogy olyan szaporítóanyagot biztosítsunk, amiből a lakosságnak, illetve a városnak, vagy akár a Békés Csaba környékén, vagy a Délalföldön, akármelyik településnek is tudjunk biztosítani olyan szaporítóanyagot, amit közterületeken, vagy akár magánterületeken is az emberek el tudnak ültetni. Illetve hát az, hogy oktatási célokat szolgáljon ez az egész terület, és ezt mi folyamatosan, ezt a tevékenységünket folyamatosan végezzük is táborok szervezésével, előadásoknak a szervezésével. A civil szervezet évek óta jó kapcsolatot ápol Békés Csaba polgármesterével. A természetvédelmi területet kezelő egyesület korábban azt kérte a város vezetésétől, hogy a faanyag termelésre irányuló vágásos üzemmód helyett csak a balesetveszélyes fákat vágják ki. Békés Csaba önkormányzata számára kiemelten fontos, hogy a pósteleki erdő művelése szakszerűen történjen, ehhez pedig minden segítséget megad. A pósteleki 10 hektáros génrezervátumot az jellemezte eddig, hogy kivágásos erdőgazdálkodást folytatott a Körös Klub Egyesület. Azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy változtassuk meg az erdőgazdálkodási módot, minősítsük át a kivágásos tevékenységet, úgynevezett nem kivágásos erdőgazdálkodási móddá. Ennek az a lényege, hogy az egészen idős fákat sem vágják majd ki, hanem lényegében ott hagyják a fákat, ameddig csak bírják, természetes erdei környezetben. Ezzel azt a célt szeretné elérni a Körös Klub Egyesület, meg mi is olyan ismeretekhez szeretnénk hozzájutni, hogyha a fák élettartamuk végéig természetes élettani erdős környezetben vannak, akkor ez az erdő mindennapos folyamataira milyen hatást gyakorol. Szeretnénk a fiatal korosztályban az erdőjárás szeretetét is kialakítani, és most az idén az önkormányzat például a vizes élőhelyek jobbá infrastruktúrájának jobbá tétele érdekében majdnem 10 millió forintot bocsájtunk az Egyesület rendelkezésére, hogy egy műszaki beavatkozással még korszerűbb vizes élőhelyi infrastruktúra legyen kint. A génrezervátum legnagyobb részét a Kocsányos tölgy, a Fekete és a Fehér nyár, a Mezei és a Tatárjuhar, valamint a Mezei szil és a Fehérfűz alkotja. A megyeszékhely önkormányzata elkötelezett híve a folyamatos fásításnak, ezért az Egyesülettel közösen vizsgálják azt a lehetőséget, hogy az őshonos magyar fafajták közül néhány hogyan telepíthető át a génrezervátumból a város közterületeire. Központi és helyi jogszabályok adnak keretet a településünkön történő fák telepítéséhez, amelyek szabályozzák, hogy például milyen típusú és milyen fajtájú fák nem kerülhetnek kiültetésre. A környezeti adottságok azok, amik ilyenkor mérvadóak, hiszen a fák különböző külső tulajdonságokkal, morfológiával rendelkeznek. Ezért egy szűk utcába szűkebb koronaállású fát telepítünk, míg mondjuk egy parkolóba kevésbé szemetelő termésű nagyobb
árnyékot adó lombkoronájú fát telepítünk, és a parkokban pedig jellemzően nagy dendrológiai értékű díszesebb fákat. Általánosságban kijelenthető, hogy őshonos fafajaink általában egy igen nagy terebélyes koronát nevelő fáink, így azokat legfőképpen külterületre útfásításra használjuk, erdővédőmező sávokhoz használjuk, vagy természetesen az erdőterületeink növényanyagát adják. Belterületen pedig a nyílt térállásokban alkalmazhatóak, ligetekben, parkokban. A szakemberek szerint a város különböző részein az eltérő fafajták alkalmazása a biológiai sokféleséget is szolgálja, így élőlények sokaságának nyújthatnak tápláló, élő és búvó helyet. A tervek alapján a közeljövőben olyan póstelekről átültetett fafajtákkal is találkozhatunk majd Békés Csabán, mint a fehérnyár, a kocsányos tölgy, a vadkörte vagy a tatárjuhar.